Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb unboxing videóban. Hát a mai kibontás egy egérről lesz. Egy Logitech MX Performance nevű egérről. Hát a csomagolás az elég viccesen néz ki, mivel elég durván szét van szakadva. Tehát a futár így hozta ki nekem, úgyhogy hát ez így néz ki. Tehát elől látunk itt leírást pontosan, hogy tulajdonságairól, amiről most én nem fogok beszélni, majd később. Hát ott van benne, ez egy kábel nélküli, tehát nem vezetékes egér. A másik oldalán itt van a QR kód, leírások, másik oldal szintén. A zajján is több nyelvű leírás, mivel kompatibilis Windows cuccokkal, Mac-kel. A hátoldalán pedig kép az egérről. Tehát erről tudni kell, hogy üvegfelületen is használható, mert vannak ilyen szenzorai, vagy mit tudom én, milyen technológiája. És a vicces az egészben, hogy ebben nem kell elemet cserélgetni, mivel az elem újra tölthető. Kapunk hozzá majd egy USB kábelt, amivel tudjuk újra tölteni mindig az egeret, mikor szükséges. És ezzel a kis bütyökkel pedig tudunk kapcsolódni mindig a... Tehát akármilyen gépre, laptopra tesszük, ezt elvileg automatikusan felismeri, és tehát nagyon könnyű lesz használni, bánni vele. Nem lesz olyan problémánk, hogy le fogunk merülni, vagy ilyesmi. Na hát bontsuk ki ezt a csodálatos csomagolást. A tetejé ennyire könnyen lejön, mert ahogy látszik, szét van törve. Hát a futár az elég gyatra munkát csinál. De reméljük, hogy legalább az egér működni fog, mert ha nem, akkor küldöm vissza. Na lássuk, itt van maga az egér. Ezt most egyelőre nem csomagoljuk ki, lássuk milyen tartozékok vannak. A dobozt félretesszük, és lássuk, hogy mi van a tartozékokban. Hát van egy ilyen kis Logitech doboz. Nagyon pofás. Lássuk, mi van benne. Na, kis Logitech táska. Mindjárt felemelem a kamerát, hogy jól lássa mindenki. Csak egyelőre kipakolok belőle. Na. Tehát itt van a... Gondolom ez lesz majd a hátsó, tehát az alja a cuccnak. Itt ez dark field, tehát ezen ez az a cucc, ami miatt üvegen is nem akar rá fókuszálni. Tehát, hogy üvegen is lehessen használni. Ezt majd gondolom be lehet kapcsolni, hogy off, on, szóval ez így működik, itt az alján van, tehát ez a belső része lesz majd. Na, nem tudom még, hogy milyen lesz. Hát a tapintása egy ilyen kicsit ragadósnak tűnik, gondolom, hogy emiatt fog üvegen is ragadni. Tehát leírások. Én ezt ki sem bontom, mert felesleges. Na, ezt is félretesszük. És akkor van itten egy ilyen kis tasakféleség. Ezen is van egy pofás Logitech logó. Na, és ebben vannak elvileg az alkatrész, tehát a hozzávaló. Na, lássuk. Ki tudom venni egy kézzel. Két Duracell ellen. Ezek elvileg újra tölthetőek kell legyenek. Nem látok, hogy írná rajta. Mindegy. És ennyi. Hát... ez nem sok. Na, lássuk, mi van még itt. Na, bontsuk ki az egeret is. Ezeket is félretesszük egyelőre. Nincs szükségünk rá. És bontsuk ki az egeret. De tetejét lejött.
Nekem itt kellene elvileg legyen majd egy adatkábelem is. Ami látom, hogy nincs, mivel azt gondolom, ott kellene legyen alatta, de nincs ott. Na, ez érdekes lesz. Na, ezt egy kézzel nem tudom kivenni. Szóval leteszem a kamerát. Rész, ami ez lesz bedugva majd a gépbe. Ha hajlandó lenne ráfókuszálni. Na. Kérje a logót. Ott van tehát a kis jel. Na és itt van maga az egér. Hát szerintem ez nem az az egér. Legalábbis nem úgy néz ki, mint ahogy inneten olvastam róla. Nem tudom, mennyire látszik. Tehát ilyen jó. Tehát ilyen gumírozott az oldala. Tehát nem csúszós anyagból van. Nem tudom, hogy mutassam, hogy látszódjon, mert ez a szürke nem nagyon akar működni. Tehát van két oldalsó beállítható gomb is rajta. Logitech logó. Ez gondolom a DP-nek a gombja lesz majd. Scroll. Itt elég hangosan megy. Erről nincs semmi. És akkor itt van az alján. Egyre se akar fókuszálni persze. MX. Itt mutatja a logót. Ide jön a két ellen majd. És kb. Ennyi. Na, hát én beleteszem gyorsan az elemeket, és megnézzük, hogy bekapcsolt állapotban hogy néz ki. Addig leteszem a kamerát. Egyáltalán működik-e? Feltesszük a hátsó részt. Elvileg be van kapcsolva. És bedugjuk a számítógépbe az USB cuccunkat. Windows Man. Keresi is a dolgokat. Most installálja. Hát meg kell mondjam, hogy a másik Linux egér mellett, ami már hát legalább 7 éves, hát sokkal kisebb. Hát ez látszik a különbség köztük, pedig az se egy kis egér, de nem is egy nagyon nagy. Na és tehát ezt félretoljuk. És hogy látjátok, működik is. Hát annyi, hogy ezen nincs semmilyen égő, nincs semmi, ami világítson. Elvileg, mikor merül, akkor valahol kellene mutassa. De nem tudom, hogy hol. Na hát ez lenne az egér. Nekem nem ezt mutatták, hogy ezt nyerem, hanem azt, amelyik USB-vel tölthető. Na mindegy. Na hát ennyi lett volna ez a bemutató videó.